Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Bázis óvoda lett a németvárosi. Térségi vezető szerephez jutott a gyulai intézmény. Aláírták a megállapodást. Közös pályázatokra készül a jövőben Arad és Gyula. Történelem és újjászületés. Időszaki kiállítás nyílt az Almási kastélyban. Középpontban a zöld. Nyisztor Jánosnak nyílt tárlat a Gyulaváriban. Körözött külföldit fogtak. Gyilkosság miatt körözték a németek a 25 éves szír férfit. Térségi vezető szerephez jutott a gyulai németvárosi óvoda, jelentették be a péntek reggeli sajtótájékoztatón. Az intézmény regionális bázis óvoda címet kapott. Mindez azt jelenti, hogy a térség hasonló intézményei Gyuláról látják el információkkal, itt szerveznek továbbképzéseket, és itt képzik a főiskolás óvoda pedagógusokat. Ez a nap híre. Regionális bázis óvodává nyilvánították a gyulai németvárosi óvodát. Jelentették be péntek reggel az intézmény udvarán megtartott sajtótájékoztatón. Az óvodának pályáznia kellett a címre. Annak elnyerése nem csak az itt végzett munka elismerésének számít, hanem a jövőbeli fejlődés útjait is kikövezi. Gyula mindig is meghatározó volt a nemzetiségek egymás mellett élésében, tehát mindig élen járt, és mindig szervezője volt a többi településen élők nemzetiségi óvodapedagógusainak, tehát most már címünk is van, hogy végezhetjük ezt a nemes feladatot. A bázis óvodai cím azt is jelenti, hogy az intézménynek hangsúlyos szerepet kell vállalnia a térség óvodapedagógusainak a továbbképzésében. Pénteken épp egy nemzetiségi óvónői továbbképzést rendeztek itt. A programon résztvevők a nemzetiségi tartalmak gyermekközpontú közvetítésével foglalkoztak, működő példákon keresztül ismerhették meg a bevált gyakorlatokat. Kifejlesztettünk egy kártyajátékot, ami a nemzetiségi viseletek témában és a nemzetiségi ház témában, és akkor ezt a kártyajátékot a gyerekek többféle játékszabállyal játszhatják, vagy például a viseleteknél először behozunk igazi viseleteket, elmegyünk múzeumpedagógiai foglalkozásra a falumúzeumba, tehát hogy megtapinthatják, megnézhetik a régi viseleteket, és aztán azután például sorrendiséget raknak ki, hogy hogyan öltözött föl egy nő ebben a viseletbe. A németvárosi óvodát tavaly augusztusban vette át a helyi nemzetiségi önkormányzat. Nagy gondot fordítottak arra, hogy minden nehézség mellett a gyerekek és a szülők azt érezzék, odafigyelnek rájuk. Úgy gondoljuk, hogy megérte, hiszen egy önálló óvoda lettünk, és ezt megérzik a szülők is. Minden hónapban tartunk saját rendezvényeket, a rozmaringos cuhér nevet adtuk neki, de szilvalekvárfőzéstől kezdve a szüretelés, mártonnap, adventi cuhér, és folytatjuk ezt a tendenciát. Szeretnénk a szülőket minél jobban bevonni az óvodai életbe, és az, hogy a gyerekek minél jobban át tudják érni a német nemzetiségi hagyományokat, és a német nyelvben, a német nyelv tanulásában, ismeretszerzésében szeretnénk még jobban fejlődni, és erre fektetjük a legnagyobb hangsúlyt. A németvárosi óvoda számára a következő kihívást a beiratkozás jelenti majd. Hagyományos. A hagyományos Gyula Arad testvérvárosi teremlabdarúgó mérkőzés előtt írták alá a települések idei együttműködési megállapodását. A két város közösen kíván pályázni a határon átnyúló fejlesztési projektekre. Arad és Gyula képviselői írták alá szerdán azt a megállapodást, mely az idei testvérvárosi programokat tartalmazza. Ezt követően a már régi hagyományokra visszatekintő önkormányzatok közötti futballmeccsé volt a főszerep, amely az évek során összekötötte a képviselőket, dolgozókat. A 23 éves testvérvárosi kapcsolat keretében idén is sok programot valósítanak meg. Fontosnak tartjuk a civil szervezeteknek az együttműködését, ezt erősítik úgy az Arad-Gyula baráti kör civil szervezetek mindkét városban, de ugyanakkor a Pálinka Fesztiválra is egy aradi civil szervezet fog bemutatkozni, és természetesen szeretnénk az iskolák közötti együttműködést a továbbiakban is támogatni. Nagyon fontos, hogy az ifjúsági együttműködés is minél nagyobb teret kapjon, ugyanis a testvérvárosi kapcsolat mindenképpen ennek a jövője az ifjúságon fog majd múlni.
Az együttműködés aláírásának helyszíne nem volt véletlen. A tervek között szerepel, hogy a két város sportéletét szorosabbá fűzzék. Mint minden évben, idén is tartanak képzőművészeti kiállításokat Aradon és Gyulán egyaránt. Most egy határon átnyúló programozási időszakban vagyunk, komoly lehetőségeink, esélyeik lesznek arra vonatkozóan, hogy a két város civil szervezetei is eredményes és nyertes pályázatot tudjanak benyújtani, illetve nagyon fontos pályázati kiírása várunk, ami várhatóan áprilisban fog megjelenni, a két város kulturális intézményének az együttműködése, azoknak a fejlesztése. Gyula város esetében két kulturális intézmény, épület az, aminek a felújítása elengedhetetlen, az egyik a Ladics ház, a másik a Máriás ház. Ennek a két épületnek a felújítását tervezzük. Nyilván sajnos csak az egyik fog nagy valószínűséggel beleférni a pályázata. Ezeknek a pályázatoknak az előkészítése jelenleg is zajlik. A testvérvárosok barátságos mérkőzését 8-2 arányban Gyula nyerte. Történelem művészet újjászületés címmel nyílt időszaki kiállítás az Almási kastélyban csütörtökön. A Bagyinszky Zoltán és Ince László fotóiból álló tárlatot április 30-áig lehet megtekinteni. Puskás Dávid trombita előadásával kezdődött a Történelem művészet újjászületés című kiállítás megnyitója az Almási kastélyban csütörtökön délután. A Bagyinszky Zoltán képeiből álló, korábban már Békés Csabán és Aradon is bemutatott tárlat a kastély múltját és jelenét állítja a középpontba. A kiállítás anyagának döntő többség az elmúlt 3 évben készült. Az átalakítás megkezdése előtt egy nagyobb anyag az akkori állapotról, az építkezést végig, kívül belül lehetőleg mindenhol. Akkor ugye, amikor az elkészült kastély, a gyönyörű épület kívül belül, előről, hátulról, felülről, oldalról, tornyok, részletek, minden, és ezt követően, amikor berendezték a kastély, természetesen a múzeumi jellegű fotókat is akkor megcsináltam. Bagyinszky Zoltán képei mellett a kiállítás része egy montázs is, amelyet Ince László állított össze a kastély elmúlt egy évében készített fotóiból és videóiból. Ez a megnyitó előtt, már tavaly évi megnyitó előtt kezdtem el fotózni, dokumentálni is, illetve videózni a kastély történetét, ahogy szépen már befejeződtek a felújítások, illetve elkezdett élettel megtelni a kastély. Minden rendezvényen ott voltam, és ezekről készítettem fotókat, videókat, és ami ez alatt az egy év alatt összegyűlt, azokból készítettem most egy összeállítást. Ennek a kastélynak ez alatt az egy év alatt már országos hírneve lett. A kiállítás megnyitó egyben az Almási kastély első születésnapját megünneplő egy hetes rendezvénysorozat záró eseménye is volt. A tárlat a látogatóközpont 5. időszaki kiállítása, a kávézó felüli oldalon közelíthető meg, és megtekintése mindenki számára ingyenes. Egy hónapig látható a kiállítás, illetve egy picit hosszabb ideig, és akkor itt elárulom, hogy a következő kiállításunk a Herendi porcelán manufaktúra anyaga lesz. Április 30-áig látható ez a kiállítás, és hát majd május 5-én nyílik a következő időszaki tárlatunk. A tárlat képeit a későbbiekben Nagyszalontán és Gyula testvérvárosaiban is bemutatják. Green azaz zöld címmel nyílt kiállítása a napokban Nyisztor Jánosnak a gyulavári kastélyban. A tárlat a képzőművész régebbi és újabb táblaképeiből és háromdimenziós grafikáiból nyújt keresztmetszetet. Sándor Ottó cselló játékával vette kezdetét Nyisztor János Green, azaz zöld című kiállítása a gyulavári kastélyban. A képzőművész a 80-as években kezdett el táblaképeket és grafikákat készíteni, a 90-es évektől pedig már a számítógépes kompozíciókkal is elkezdett foglalkozni. A tárlat megnyitó Noroszni Árgyalán Ilona köszöntőjében úgy fogalmazott, a tavasz a megújulás jelképe, ennek apropóján gondolták úgy, hogy Nyisztor János képei jól illeszkednek ehhez a gondolatsorhoz. Az alkotó képei egy olyan irányba mutat, melynek hátterében a növényekhez, a fákhoz kötődő újra és újra felbukkanó, egyre erősödő érdeklődése áll. A grafikák igazán most inkább a 3D-s grafikákhoz kapcsolódik, tehát a 3D-s modellezéssel készülnek, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy most én használom, pontosabban arra használom, amire szükségem van. És van olyan technikája is, ahol többnyire inkább a fotó alapú grafikák, tehát nyilván akkor a
a fényképezőgéppel készült képekkel kezdtem el bizonyos megfogalmazásokat. A most kiállított kollekcióban a régebbi és a legfrissebb munkák együttes szereplése a képi gondolatok egymásra rakódásának és rétegződésének tekinthető, nem pedig a művészi fejlődés történet stációinak. Nyisztor János képzőművész tárlata a május 31-ig látható a Gyulavári kastélyban. Lőkösházánál fogtak el a magyar hatóságok egy körözött külföldit. Magyarországon akart átutazni a szír férfi, aki ellen a német hatóság gyilkosság miatt adott ki elfogató parancsot. A Lőkösháza határrendészeti kirendeltség rendőrei március 22-én, a Lőkösháza határrendészeti kirendeltség rendőrei március 22-én 22 óra 30 perckor egy Romániába tartó nemzetközi gyorsvonatról szállítottak le egy szír állampolgárt. A férfi német tartózkodási engedéllyel igazolta magát, de nem volt nála érvényes úti okmány. A 25 éves AA adatai ellenőrzésekor megállapították, hogy ellene a német hatóság emberölés elkövetése miatt adott ki elfogató parancsot. A férfit a gyulai rendőrkapitányság őrizetbe vette. Mintegy 100 millió forint értékben két új berendezés kezdte meg a munkát a Gyula-Hús Békesuher úti telephelyén. Rövid hírek következnek. A gomnyomás után pár másodperccel indul a Gyula-Hús egyik legújabb szerzeménye, az olasz gyártmányú védőgázas csomagológép. A 40 milliós berendezés beszerzését a gazdasági mellett környezetvédelmi szempontok indokolták, általa egy régebbi típust tudtak futballnyelven szólva a cserepadra ültetni. Az új gép javított a hatékonyságon, nem csak egyedi, hanem gyűjtő csomagolást is képes készíteni, az egyik legnagyobb előnye pedig az, hogy a csomaghoz a termékhez igazítva képes változtatni, ezzel nem csak gazdasági, hanem környezetvédelmi szempontból is előrelépést jelent. Ezek a felvételek már az új, több elemből álló töltővonalnál készültek. A közel 60 millió forintos, német gyártmányú berendezés a jelenleg elérhető csúcs technológiát képviseli. Megvásárlása nagyban javítja a termelés minőségét és biztonságát. Bármint két berendezés a napokban állt munkába, a védőgázas csomagológépet a tavalyi, a töltővonalat az idei fejlesztési keret terhére vásárolták. A cég menedzsmentje ebben az évben várhatóan 200 millió forint körüli összeget költ e célra. A tervek között szerepel egy hústömbmaró beszerzése a Kétegyházi úti üzembe és a címkézés korszerűsítése. Tésztát szeretnék vásárolni, olyan száraz tésztát, amit főételhez fel lehet használni. Mit tudna nekem ajánlani? Hát, tudok, tojásos vagy tojásnál? Tojásosat. 13 tanuló teljesítette sikeresen a szintvizsgáját szerda délelőtt. A gyulai Harukán János szakképzőiskola oktatott szakmáiban szintvizsgákat kell tenniük a nebulóknak, melyet az illetékes gazdasági kamara szervez meg. A vizsgázó eladó diákok 5 feladatból adtak számot. Áruforgalmi ismeretek, bizonylatkitöltés, eladási gyakorlat, jogszabályok alkalmazása, illetve egy mérési feladat. A megyei szinten 32 szakmában több mint 1000 tanulót érintő megmérettetés hátterét a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött megállapodás biztosítja. A 3 éves szakképzésben a tanulóknak a sikeres szintvizsgát követően a nyári gyakorlatukat már külső képzőhelyen kell megkezdeniük. A külső képzőhelyet tanuló szerződést kötnek, mely jogviszony a teljes képzési időre szól a szakmunkás bizonyítvány megszerzéséig. Az iskola a 9. osztályos tanulók számára 8 szakmában szervez szintvizsgát, melynek ez az esemény az első állomása volt az eladó szakmában. Ha itt a könyvsorozatunk 3. kötete, amely illeszkedik abba a sorba és abba a célsorozatba, amelyet a Gyula Annó sorozat 3. kötetének kiadásáról számolt be Durkó Károly csütörtöki sajtótájékoztatóján. Kón Dávid 1937-es Gyulaváros utcái és terei című könyve a város két világháború közötti időszakáról ad átfogó képet. A könyv új kiadása az eredetihez képest újdonságokat is tartalmaz. Az illusztrációk mellett a könyvhöz mellékeltek egy korabeli 1937-es várostérképet, a kötet végén pedig a szerző életéről tudhatunk meg többet Székely Árpád kutató munkájának jóvoltából. Kón Dávid Gyulán született és halt meg, civil foglalkozása mellett újságíróként is tevékenykedett. A könyv bemutat a március 29-én lesz a könyvtárban.
Az Implom iskola 4. osztályos német nemzetiségi diákjainak műsorával kezdődött az Aportéren a hagyományos József napi köszöntő. A rendezvényen 10 József nevű gyulai vett részt, akik közül sokan emlékeznek a régi, hagyományos József napokra. A gyerekek előadása után a német klubban köszöntötték a Józsefeket, majd megvendégelték őket. Emellett ajándékba kaptak a németvárosi disznótoron készült kolbászból is. Az egykor Józsefvárosnak is nevezett Németvárosban nagy hagyománya van ennek a névnapnak, ugyanis a Gyula és Schwab családok körében a betelepülésük óta a József a legnépszerűbb férfi név. Mivel a József nap a bőti időszakra esik, táncos mulatság helyett egy kötetlen, beszélgetős délutánnal zárult a program. Kakas kukorékolástól volt hangos az idei első kisállatbőrze, melyet a napokban rendezett meg a Gyulai Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület a Civil Szolgáltató Központ udvarán. A kínálat idén is igen széles volt, a galambok mellett díszbalonfiak, nyulak és papagájok is voltak, de ez utóbbiak igen hamar elkeltek. Az egyik legkülönlegesebb galambfajta a boharai dobos, melynek jellegzetessége a fejét borító tollazat. Nagy volt az érdeklődés a nyulak iránt is, az egyik tenyésztő belga és magyar óriásokat hozok, melyek ugyan nem igényelnek nagy hozzáértést, de igen érzékenyek, ezért ha valaki ilyen állatot szeretne tartani, nem árt az odafigyelés. Bár az időjárás nem volt kegyes a résztvevőkhöz, ennek ellenére sokan látogattak az eseményre, nem csak Gyuláról, hanem a környező településekről, sőt még Romániából is. A bőrzének több célja is volt. A Gyulai Egyesület következő kisállatbőrzejét szeptemberben rendezi meg. Az 1911. március 24-én született Joseph Barbera, amerikai rajzfilm készítő mesesorozatain generációk nőttek fel. A nevéhez fűződik többek között a Tom és Jerry, a Flintstone család és a Foxy Maxi megalkotása. Sok rajzfilm évtizedek alatt sem veszít népszerűségéből, több generáció nő fel rajtuk. Önnek mik voltak a kedvenc rajzfilmjei? Hát nekem az egyik az a Tom és Jerry volt nyilván, és nekem a Tom és Jerryben azt tetszett a legjobban, hogy a macska mindig porul járt, szóval hát meg a Szépség és a szörnyetek. Az is jó volt. És inkább a klasszikus rajzfilmeket szeretted ezek szerint? Igen. És manapság még nézel rajzfilmet? Hát a filmesített változatát, igen. Spanyabobot, és a, hát ilyen más nem nagyon. És inkább a klasszikus rajzfilmek, vagy a modernek? Hát a klasszikus. És manapság nézel még? Hát igen, szoktam. Már van két kisöcsém. És igen. És ők miket szeretnek? Hát az ilyen modernembeket. A Cartoon Networket néztem, köztük a Tom és Jerryt is, akkor a Dextert, de miket néztünk még? Azt is, a Pinu Pandurokat is. És manapság még nézel rajzfilmeket? Hát ha nézek, akkor ilyen régi Disney meséket meg szoktam nézni, mint a Szépség és a Szörnyetek, Hamupipőke, Hófejeke, ilyeneket, ezeket a mai napig szeretem. Gyalogos zarándoklat indult Gyoma Endrődről Nagyváradra. 25 éves a Csabai Színi Stúdió. Lapszemle következik. A közútnál is vége a télnek. Indul a kátyúzás. Országosan több tízezerre tehető azoknak a kátyúknak a száma, amelyek veszélyeztetik az autó képességét, írta az Orosz Café. Zömmel az állami közútkezelő téli üzemeltetési időszakában, azaz november 10-e óta keletkeztek a mintegy 32 ezer kilométeres hazai úthálózaton. Felébredtek az űrgék Kígyóson. A fürge rágcsálók a napokban felébredtek téli álmukból. Egyre gyakrabban láthatjuk őket a pusztán, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A kétegyházi határban március közepén pillantották meg az első űrgéket, mostanra pedig már valószínűleg valamennyien előbújtak. 25 éves a Csabai Színi Stúdió. 25 évvel ezelőtt, március 20-án tartották a Csabai Színi Stúdió első próbáját, írta a Behír. Annak idején 20-25 gyermek állt össze, hogy tapasztalt színészek segítségével kezdjék el a munkákat, mely az elmúlt negyed évszázadban sok sikert aratott és stabil társasággá alakult. Gyalogos zarándoklat Nagyváradra. 4 napos gyalogos zarándoklat indul Gyoma Endrődről Nagyváradra Szent László király tiszteletére májusban, írta a Magyar Kurír. A 110 kilométeres Szent László gyalogos zarándoklatot Böcskei László a Nagyváradi Egyházmegye püspöke kezdeményezésére szervezik meg. Szombaton még túlnyomó rész napos, de szeles és hűvösebb idő várható. Vasárnap tovább hűl a hőmérséklet és csapadékra is készülhetünk. Szombaton is túlnyomó rész napos idő lesz.
Délelőtt élénkebb, majd gyengülő északias szélhoz több fokkal hűvösebb levegőt a térségünkbe. Csapadék nem hullik, de időszakos, mérsékelt felhősödések előfordulnak. Az éjszaka derült, csillagfényes és hűvös időt ígér. A hőmérséklet éjszaka 6, nappal 14 fok körül alakul. Vasárnap várhatóan tovább hűl a levegő, reggel még változóan napos, felhős, majd felhősödő, időről időre erősebben felhős, szeles idő ígérkezik. Számottevő eső nem valószínű, de zápor előfordulására célszerű számítani. A hőmérséklet 4 és 14 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Bázisóvoda lett a németvárosi. Térségi vezető szerephez jutott a gyulai intézmény. Aláírták a megállapodást. Közös pályázatokra készül a jövőben Arad és Gyula. Történelem és újjászületés. Időszaki kiállítás nyílt az Almási kastélyban. Középpontban a zöld. Nyisztor Jánosnak nyílt tárlat a Gyulaváriban. Körözött külföldit fogtak. Gyilkosság miatt körözték a németek a 25 éves szír férfit. A híradót látták, most az értékőrző következik. További jó televíziózást kívánunk, köszönjük figyelmüket!